Zöldséges rizst készítenek a diákok a Tolna megyei szakképzési centrum Magyar László szakképzőiskolájának tankonyhájában. Az iskolát családias légkör jellemzi, és ennek az alacsonyabb tanulói létszámnak számos előnye is van. Az egyik az, hogy az oktatók itt sokkal több figyelmet tudnak fordítani a szakma átadására, a tehetséggondozásra, vagy akár a felzárkóztatásra. A szakmai gyakorlatokat is kisebb létszámmal oldják meg, mivel az a tapasztalat, hogy itt sokkal jobban tudnak figyelni az oktatók a gyerekekre, és ezáltal könnyebben, alaposabban és gyorsabban tudják a szakma gyakorlati részét elsajátítani. Pribék Fanni elmondta, hogy ő azért jött ebbe az iskolába, hogy a cukrász szakmát megtanulja, mert kiskora óta sok süteményt sütött a nagymamájával, és mindig is szeretett ezzel foglalkozni. A kedvenc részem itt mindig, amikor a tankonyhára jövünk, mert Rita néni mindig mindent megmutat nekünk, és utána sok mindent el tudunk mesélni anyáiknak, hogy ezt csináltuk, azt csináltuk, és olyan jó érzés, amikor úgy büszkék ránk. Inkább a cukrászat, de én a főzést is nagyon szeretem. Otthon mindig ki is szoktam próbálni, amit Rita néni megmutat nekünk aznap. Továbbá a diákok rendelkezésére áll egy tanbolt, ahol a kereskedelmi folyamatokat tudják gyakorolni, illetve gyakorlásra kialakított étterem is, ahol a felszolgálás tudományát sajátíthatják el. Azok a fiatalok, akik inkább a gépészeti ágazat felé szeretnének orientálódni, választhatnak az épület és szerkezet lakatos szakma, vagy éppen a hegesztő szakma között. Számukra is egy jól felszerelt műhely áll rendelkezésre. Máté Péter a gépész szakmát választotta, és nagyon jól érzi magát az iskolában. Hát mindig is tetszett igazából a fémnek a hidegsége, a fémnek a megmunkálás, és igazából az összes dolog, ami így a fémhez köthető. Szerintem sokkal érdekesebb, mint a fa, vagy akármelyik másik anyag, és szeretek vele dolgozni. Igazából ezért. Azt is hozzátette, hogy nagyon örül annak, hogy kapnak ösztöndíjat. Annak örülök a legjobban, megmondom őszintén. Az ösztöndíj az egy jó erő arra, hogy miért kelek föl minden nap. Jövőre még több lesz. Jó lesz. Az ágazati alapismereteket adó első év után történik a szakmaválasztás. A 9. osztályban ágazatokként projektoktatás van, amit nagy előnynek látunk, mert a projektoktatás keretében egy komplex tudás átadást tudunk megvalósítani, mert egy elkészülő termék során minden ahhoz annak a terméknek az elkészítéséhez szükséges ismeretet elsajátítja a tanuló, és minden szakmai tantárgy arra épül rá, hogy az adott termék elkészítéséhez milyen ismeretekkel, készségekkel, tudással kell már rendelkeznie a tanulónak, és ezáltal egy teljes komplex tudás birtokába juthat. A legnépszerűbb szakma újabban az elmúlt évek tapasztalata alapján a turizmus vendéglátás ágazat itt nálunk. Nagy létszámmal tudtunk már most 9-re is beiskolázni, és a következő évben is bízom benne, hogy ez a szakma irány, vagy ez az ágazat népszerű lesz a tanulók körében, de a gépészet ágazat is az, ahol minden évben megfelelő létszámmal vannak tanulóink, tehát a hegesztő, illetve az épület és szerkezet lakatos szakma iránt is nagy az érdeklődés, hiszen azt is tudjuk, hogy ezek a tanulók jól el fognak tudni helyezkedni, mert erre nagyon nagy szükség van a munkaerőpiacon folyamatosan, de azt tapasztaljuk, hogy a kereskedelmi értékesítő szakma iránt is egyre nagyobb az érdeklődés, mert kellenek, és ugye a kereskedelmi értékesítő szakmának most nagy előnye igazából, hogy teljes komplex képzést ad, tehát régebben ezt szétválasztották, hogy ABC eladó vagy járó eladó, ez viszont ugye minden területre kiterjedő képesítést fog adni igazából a kereskedelmi értékesítő képzés. Az igazgatónő elmondta, hogy igyekeznek nyomon követni a már végzett tanulóknak a sorsát, hiszen nekik is fontos a visszaigazolás, hogy milyen sikerrel készítették fel, illetve tanították meg diákjaikat a szakmák ismereteire.